az országban elsőként a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórházban alakítottak ki megyei szinten egységes kórházi adatbázist. Ehhez arra volt szükség, hogy nagy magasságban helyezzék el azokat a mikrohullámú átjátszókat, amelyek közvetítik a jelet a telephelyek között. Erre a Kálós-Semjéni, Nyírbátori és Mátészalkai víztornyok voltak a legideálisabbak. Mivel ezeket a létesítményeket mi üzemeltetjük, mi azt vállaltuk, hogy a tulajdonos önkormányzatokkal leegyeztetjük, hogy hozzájárulnak-e. Ehhez minden önkormányzat, aki érintett volt, nagyon szívesen hozzájárult, és így tudtuk megkötni ezt a megállapodást, mint üzemeltető, víziközműüzemeltető a kórházzal. Az integrált egészségügyi intézmény több ezer dolgozója sajátította el a rendszer használatának alapjait egy tanfolyam keretein belül. Az informatikai rendszer a Kisvárdán kezelt betegek kivételével a régió valamennyi páciensének kezelési adatait, kórelőzményeit egy közös felületen tárolja. Így jelentősen megkönnyíti és gördülékenyé teszi a telephelyek közötti betegellátást és konzultációt. Van az országosan kialakítandó EST, ez az elektronikus szolgáltatói tér, amihez ez a mi rendszerünk, ez a mi megyei rendszerünk is fölcsatlakozik gyakorlatilag egy nagy felhőbe, ahol az adatokat folyamatosan lőjük fel, úgy hívjuk ezt, és onnan kérhetjük is vissza az adatokat. És ezt a dolgot itt most a intézmény, tehát a megyén belül, a kórházunkon belül, ezt mi már itt saját házon belül meg tudjuk oldani. Tehát nevezetesen mondjuk Fehérgyarmaton valakinek kimegy a bokája, és meg szeretné nézni a ottani orvos, hogy most milyen kórelőzménye volt egy nyíregyházi betegnek, aki éppen ott jár, akkor ennek nincsen semmi akadály, hisz a beteg tajszám alapján és azonosító szám alapján erre lehetőség van. Ezen túl a távleletezés is működik a rendszer segítségével. A sikeres folytatás érdekében a kórház és a Nyírségvíz ZRT 5 évre meghosszabbította együttműködési szerződését.